Megkezdi szereplését bajnok és kupacímvédő futszálcsapatunk a 2024-25-ös szezonban. A miénk a pontvadászat első fordulójában hazai környezetben fogadják a Nyírbátori SC együttesét. A mérkőzésen egyértelműen a győzelem elvárásával lépnek pályára Felipe Conde tanítványai. A felkészülés kifejezetten jól sikerült, a srácok sokkal intenzívebben dolgoztak, mint tavaly. Mindenki maximális erőbedobással vett részt az edzéseken. A tréningek lezárásaként két mérkőzést játszottunk a lengyel bajnokkal, amelyek igazán színvonalasak voltak. Bár rengeteg területen van még hova fejlődnünk, úgy érzem, csapatként jó irányba haladunk. Bízom benne, hogy októberre elérjük a csúcsformánkat, de összességében elégedett vagyok a felkészülési időszakkal. Nagyon várja mindenki már az új szezon kezdetet. Ugye vannak új játékosaink, voltak távozók, úgyhogy szerintem ezt az időt legfőképp arra használtuk, hogy a csapat összecsiszolódjon, és olyan szinten tudjunk játszani ebben a szezonban is, mint az előzőben tettük. Vannak új elemek is, úgyhogy tényleg sokat gyakoroltunk, apró taktikai dolgok is voltak. Kupacímvédő, bajnoki címvédők vagyunk, és ugyanez a célunk a következő szezonra is, hogy ezeket a kupákat, címeket újra meg tudjuk szerezni. Évről évre egyre nehezebb megvédeni ezt a bizonyos címeket, és nagyon jól erősítettek az ellenfelek is, úgyhogy én nagyon nehéz szezonra várok, és remélem, hogy a csapat tudja majd tartani azt a szintet, amit az előző szezonokban sikerült. Az első mérkőzésünket hazai pályán játsszuk, bízom benne, hogy jól fogunk teljesíteni, és sikerül megszerezni a 3 pontot. Néhány dolgot még finomítanunk kell a következő napokban, de úgy vélem, hogy izgalmas meccselé nézünk, és győzelemmel tudjuk kezdeni az évet. A Nyírbátori SC elleni bajnoki mérkőzésünk augusztus 10-én szombaton 18 óra 30 perckor kezdődik a Haladás sportcsarnokban. A találkozót ezúttal nem közvetítjük YouTube csatornánkon, így szurkolóink a helyszínen tudják megtekinteni az összecsapást. A lelátóról szurkoljunk együtt a győzelemért, hajrá Halék!